Sziasztok! Ebben a mai videóban a padló burkolatnak a lábazat részét fogom megcsinálni, és ahhoz vágok lapokat. Felhasználtam a maradék anyagból, amit tudtam, kivágtam, és még vágok egy pár darabot. Ha nincsen a csempevágótoknak ilyen párhuzamvezetője, akkor nagyon könnyen föl tudtok rakni ilyen egykezes szorítóval vízmértéket, hogy párhuzamosan menjen a kés mellett. Beállítjátok a vágási méretet, hogy mekkora lábazatrészt szeretnétek vágni, és akkor nem kell egyesével jelölgetni. Lehet, hogy van, akinek profibb a csempevágója, az enyém nem annyira pontos, úgyhogy így szoktam megoldani, csinálok egy párhuzam vezetőt, és akkor csak mellé kell tolni, és már tudom is vágni a lapokat. És akkor szép párhuzamos lapokat kapok. Egy ilyen 20-40-ből kettőt is ki tudok vágni. 8 cm magas lesz a lábazat. Jó kemény greslap, de szépen lehet azért vágni, nem tartok meg a vágási felület. És akkor körülbelül annyi le van vágva, mint amennyire szükségem lesz, és akkor megmutatom a felragasztását is, hogy én hogy csinálom. Lehet látni, hogy itt a vágás nem annyira jól jött ki itt ez a sorok, úgyhogy mindenféleképpen valami kis okosságot be kell iktatni, mert ez ilyen vékony lábazatot nem illik vágni. Ilyen fugához szoktunk futtani a fugát, legtöbb esetben úgy van, hogy a fugák stimmelnek, de itt egy ilyen vegyes rakásom van, vannak 20 centis lapok, 40-es lapok, úgyhogy nyugodtan lehet csinálni egy teljesen más eltolást, úgyhogy ide be fogok tenni egy fugasort, úgyhogy ezt fogom, leteszek egy ilyen 40-eset, oda majd csinálok darabot, ide megint 40-eset, és akkor falba, a sarokba megint csinálok darabot. Na, úgyhogy ezt fogjátok látni, most azt akarom nektek mondani, hogy itt ez a fa lesz homlokzati festékkel van lefestve, úgyhogy erre nyugodtan föl lehet ragasztani a lábazati köveket, úgyhogy a megragasztása meg következő képpen szokott zajlani. Nálam legalábbis én úgy szoktam csinálni, hogy a hátsó felületét eleve meglettelem először, hogy jobb legyen a tapadás. Így könnyebben be tudom csíkozni, hogyha már ragasztós a felület, és akkor szépen fölkenegetem a csíkokat így a lakvassal. Szépen be van csíkozva a felület, és a tetejét azt így el szoktam húzni oldalra. Hogy szépen egyenletesen elterüljön itt a tetején a ragasztó, hogy ne budjanjon ki a falon. Fogom látni, hogy mennyire nyom le a felületre, és akkor látom, hogy arányosan oda van szépen ragasztva. Így meg van kemve, ugyanúgy, mint a lábazati köveket, mikor ha láttad azt a videót, akkor már nem akkor kerül meg. Most is azt csináltam, hogy megkentem a köveket, és akkor tetejét mindig elhúztam, hogy arányosan tudjon kibudjani a ragasztó. És akkor szépen benyomom a helyére. Most mindegy, hogy melyiket rakom először. Általában az egészekkel kell kezdeni, és akkor utána folytatom. Oda van nyomva a felületre, és akkor ez itt teljesen jó ragad. Leveszem és megmutatom. Ennyire ragad le a felületre. És ezt a tapasztást még lehet avval segíteni, és akkor még könnyebb lenyomni, hogy ezt a felületet egy ugyanolyan magasságú spaklit használsz, mint maga a lábazat, hogy ne kend össze a falat, és akkor szépen meg lehet glettelni ezt a magasságot. És így megkened, akkor könnyebb lesz a ragasztás. És akkor így utána visszaragasztom a helyére. És akkor szépen sokkal finomabban le lehet nyomni a lapot a helyére, könnyebben szétterül alatt a ragasztó, és lehet rakni a következőt.
hogy ott is ugyanaz a folyamat, megfogom a lapnak az alját, hogy fölfelé legyen a teteje, lefelé felé. Nem aszhatoljak össze semmit, teszek a vödör alá már egy ilyen kis padlószőnyeg kockát, szívason térdelek, és akkor így szépen sorba tudom rakni a lapokat, hogy tisztaság maradjon körülöttem. Egy vízmérték segítségével lehet ellenőrizni, hogy jól fut-e egymáshoz a két lap. Illetve még esetleg, ami célszerű, megnézni a függőlegesét, hogy nem billen. Be lett állítva a síkja, be lett állítva a függőleges része, és akkor utána létezik a boltba, lehet venni ilyen kis csempejéket. Ezzel finoman meg lehet támasztani az ajzatról. Azért érdekes, hogy meg legyen támasztva, hogy vagy a fuganyag egy kicsit be tudjon menni alá, vagy a szilikonozásnál jobban kapaszkodik a szilikon a tövénél. És akkor úgy finoman megemelni, és akkor össze lehet állítani azt, hogy a magasság is stimmeljen. És akkor mindegyik lap egy kicsit ki van emelve a helyéről. És akkor lehet méretet tenni a vágásról. Hát itt egyszerűen falig megyek, ott meg a sarokig, és akkor a másik fog rátakarni. Úgyhogy nézzünk akkor egy vágást. Nem is annyira a vágás a lényeg, hanem az, hogy megmutassam, hogy én hogy csinálom a lábazatot. És ha érdekes a tartalom, akkor, és ha tetszik a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted. Hasonló tartalmakat meg tudsz nézni a csatornán, nagyon sok videó van fönt, úgyhogy lehet nézelődni, meg lájkolgatni. Vettem egy méretet, pontosan addig ér a csempének a vége, mint a fal, és akkor a ráforduló fog betekarni. Tehát itt a sar, a falsíkot jelölöm meg, és utána ragasztod egy kicsit hozzád a saroknál, úgyhogy ez lesz a fugat szélesség. Szép egyenletesen van megkenve a lábazati kő, és akkor mehet fel a helyére. Főragasztom, ellenőrzök egyet a vízmértékkel megint, hogy fut. Lehet látni, hogy éppen fut a egyik a másikhoz, és akkor lehet látni itt a magasságkülönbséget. Meg ebből a csempejét, mert szintén megint feltámasztok. És akkor ezek a kis csempejékek segítségével lehet kijátszani azt, hogy szépen egy magasságba álljanak itt a lábazatnak a teteje, ahogy fut. Így is lehet ellenőrizni, hogy változik a vízmértéket, csak az a baj, hogy így elég nehéz alánézni, úgyhogy ezt elég csak így szemre állítani, hogy kézzel így megfogod a tetejét, és akkor érzékeled, hogy egy magasságban van. Aztán majd később itt szépen ki lesz javítva a lábazatnak a teteje, és akkor homlokzati festékből van javítószín, és akkor szépen le lehet ézeszallaggal ragasztani itt a csempének a tetejét, és szépen elfesteni, hogy ez a kezdő horony, ami itt a tetején lesz, akkor szépen falszínű legyen. És akkor rakok egyet itt benne a sarokba, megnézem, hogy mennyit kell levágni, meg lehet tenni azt, hogy ez így kerülne be, befordítva meg lehet rajzolni, milyen hosszúságúra lesz szükség. Tetejét megrajzom, és akkor meg lesz itt a vágás, hogy ekkorát kell vágni. A vágott darabokat érdemes bepróbálni, mielőtt be van ragasztva a helyére. Oda próbálni, hogy áll, hogyha esetleg valami kis igazítás van rajta, hogy akkor is ezt is meg lehessen csinálni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! És még egy jó tanács eszembe jutott, hogy itt a külső sarkoknál érdemes gyári szélét használni, mert itt a csempe mindig egy picit így fordul, és akkor szebb, hogyha egy gyári jel van, mint egy vágott. Úgyhogy a külső sarkoknál arra kell gondolni, hogy gyári sarok legyen kint a szélén. Oké, köszönöm, ha itt voltatok.